Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV csütörtök esti híradóját látják. 2021. november 18-án, este 7:30-tól. Minden korábbinál sokszínűbb adventi és karácsonyi programok Kalocsán. Korcsolyapálya, egykori rockzenekarok koncertje, további 31 szívet-lelket melengető műsor. Retro véradás volt a városban, virslit, sört kaptak a véradók retro zene mellett. Pénteken indul az ország legnagyobb élelmiszergyűjtő akciója. Kalocsán két bevásárlóközpontban gyűjtenek a hétvégén a rászorulóknak. A Kalocsai Innovációs és Kulturális Központ november 17-én szerdán az adventi és a karácsonyi programokról szóló sajtótájékoztatóján megtudtuk, Kalocsán az ünnep a várakozás jegyében szlogennel jellemzett időszakban minden korábbinál sokszínűbb és egyedibb adventi és karácsonyi programok közül választhatunk. A sajtótájékoztatón Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs és Kulturális Nonprofit Társaság KIK igazgatója, elsőként dr. Félvig Géza polgármestert, György Tamást, az EMIKA elektronikai ZRT ügyvezetőjét, dr. Jéri Tamást, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. Igazgatóját, dr. Gabarics Istvánt, a Kalocsai Jövőért Egyesület elnökét és a sajtómunkatársait köszöntötte. Adventre készülünk. Ilyenkor én is, amikor jöttem erre a sajtótájékoztatóra, hogy megfogalmazódott bennem, hogy ó, igen, már is itt van karácsony, és készülhetünk erre. És ez az advent, ez mit is jelent? Nyilván az advent ugye az eljövetel, az Úr eljövetele, és a keresztény közösségben egy nagyon nagy ünnep, kis Jézus születése. És azt gondolom, hogy ez nagyon jól átivódott úgy a családokba is, hogy tényleg ez a legnagyobb családi ünnep, amely nem így személyhez köthető, és erre tényleg készülnek otthon. És ilyenkor felrakjuk a szép új abroszt, kitakarítjuk a házat, fenyőfát állítunk, megajándékozzuk egymást, és nyilvánvaló, hogy ezt otthonában mindenki megteszi, és erre koncentrál, hogy a legfinomabb ételek kerüljenek az asztalra, és ezt a város részéről is meg kell tenni. Én azt szeretném, hogyha a Kalocsa városa is erre az ünnepre készülne, és azt látom, hogy nagyon komoly jó munkát végeztek itt munkatársaim, és én azt szeretném kialakítani itt Kalocsán. Nyilván nagyon nehéz volt ez a 21-es évünk, és most is úgy ülünk itt ezen a sajtótájékoztatón, hogy maszkba vagyunk, és beszélni akarunk, levesszük a maszkot, és még nem tudjuk, hogy meddig kell maszkban lennünk, de a december hónap az arról szóljon, hogy tényleg ez az ünnepi hangulat, és egy örömteli, és az egymásra odafigyelés, és egy kicsit pihenjünk meg, és a lelkiekben is hangolódjunk erre, és a város is erre hangolódjon rá. Ahogy említettem, nagyon nehéz volt a 21-es év, feltételezem a 22-es sem lesz sokkal könnyebb. Úgyhogy nagyon sok területen komoly kihívások előtt állunk, és most az egészségügyre koncentrálok, illetve ma reggel mi is még itt a szociális intézmény vezetőjével konzultáltunk. Úgyhogy van nehézségünk bőven, és tényleg azért egy kicsit így egymásra figyeljünk és az ünnepre. Több mint 10 helyszínen 33 program fogja várni az érdeklődőket. Alapvetően az ünnep és várakozás a szlogenünk. November 25-én csütörtökön fog indulni az adventi és a karácsonyi programsorozat. Kellő szerénységgel azt mondhatom, hogy talán ilyen nagyszabású adventi és karácsonyi programsorozat még nem volt Kalocsán, ugyanis 10 helyszínen több mint 33 program fogja várni a kedves érdeklődőket. Alapvetően a helyszínek kiválasztásánál nyilván a funkció és a funkcionalitás volt az első számú szempont. Szerettük volna, hogyha az idei adventet már itt a Szentháromság téren tudjuk megrendezni, de az építési munkálatok ezt nem teszik lehetővé, úgyhogy bízunk benne, hogy a jövő évi adventi és karácsonyi programokat már itt ezen a szakrális téren fogjuk tudni megszervezni. A KIK és a GIÖK közös munkájával akarják a korcsolyapályát színesebbé tenni. GIÖK-kel közösen polidiszkót fogunk rendezni. Alapvetően az volt a koncepció, hogy minden pénteken
valamely gyermekprogramon vehetnek majd részt a családok. Minden szombaton a piactéren zenés produkcióval szórakoztatjuk a vásárló nagy közönséget, ezt a térzene program keretében fogjuk megvalósítani, és minden adventi vasárnap 17 órakor fog kezdődni a hagyományos ünnepi gyertyagyújtás a Sétáló utcában, az adventi koszorúnál természetesen műsorra, igei köszöntővel a nagy egyházak képviselőinek és a városvezető képviselőinek a részvételével. Alapvetően, ahogy említettem, a helyszíneket december 5-én, 12-én, 19-én és 26-án orgona és kórus hangversenyeket fogunk szervezni 16 órai kezdettel a templomban, ahonnan át fognak majd tudni érni a gyertyagyújtásra. Ugye említettem, hogy 10 helyszínen valósítjuk meg a programokat. Az egyik ilyen helyszín a sportcsarnok, a nagy templom, az Árda templom, a nagy szeminárium, a kamaraterem, a könyvtár, a Sétáló utca, a 48-asok tere, a színház, a piactér, tehát összesen 10 helyszínen. Retro véradás volt szombaton Kalocsán, a Damjanés utcában található D7 közösségi házban nyújthatták karjukat a véradók. Cserébe virslit, sört és jó zenéket kaptak, mint több évtizeddel ezelőtt. Új helyszín került a véradások sorába, hiszen a retro véradások az elmúlt években mindig az ökopontban zajlottak. Délelőtt 10 órától délután 2 óráig lehetett felkeresni a helyszínt. A rendezvény az megszokott, az időpont az megszokott, a november közepe viszont a helyszín igen. Mindannyian tudjuk, hogy az ökopont mivel van éppen ismét elfoglalva. A megszokott városi helyszínünk, a közösségi ház a Hunyadi utcában az a sakkverseny miatt foglalt, így tulajdonképpen nagy szerencsénkre ezt a helyszínt meg tudtuk kapni, a D7 közösségi házat, és hát igyekeztünk mi azért belakni mindenféle szempontból a lehető legjobb körülményeket biztosítva, és hát bár a fogyasztás, a vendéglátás az itt lesz ezen a félig nyitott teraszon, de az én nagyon kedves segítőimnek, Domokos Júcsinak és Greminger Évinek köszönhetően biztos vagyok benne, hogy nem fognak csalódni így sem a kedves véradóink. Sok éve van novemberben egy ilyen alkalom, amikor megidézik a régi véradások hangulatát. Én rendre hallottam a kedves régi sokszoros véradóinktól, hogy bezzeg annak idején milyen jó volt a sör, meg a vízli, vagy éppen a rántott hús a véradások után, és hát nekem ez így szépen raktározódott az idő alatt, a hónapok alatt, és eldöntöttem, hogy akkor november közepén, amikor egyébként is a november vége a véradókról szól, hála Istennek, november 27-én kiemelt időpontot, figyelmet kapnak, hiszen akkor van a véradók napja Magyarországon. November közepére igyekeztük mi emiatt ütemezni ezt a retro véradást. Sok támogató segített, hogy ilyen legyen a rendezvény. A szombati napnak köszönhetően jobban ráértek az emberek. Nem rohantak el rögtön a véradás után. Nagyon népszerű szokott minden esetben lenni, és tényleg jó azt látni, hogy nem kell elrohanni, és bár mondom, itt most a helyszűke más feltételeket, más körülményeket biztosít, de egyébként tényleg az szokott lenni, hogy beszélgetnek, ráérősen elfogyasztják az ételt, a vislit, a sört. Ha kell, akár többet is, arra is van lehetőségünk, mert mindig nagyon kedves támogatók segítenek ebben. A finomságok mellett kuponokat kaptak még a véradók. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület idén is megszervezi karácsonyi adománygyűjtését a szolidaritás és az összefogás jegyében. A háromnapos tartós élelmiszergyűjtő akció 160 településen, 315 áruház részvételével, 300 karitatív szervezet közreműködésével és 6500 önkéntes odaadó munkájával valósul meg. Kalocsán péntektől vasárnapig a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megyei Caritas önkéntesei várják az adakozó kedvű lakosokat. 2006 óta az ünnepek közelettével az Élelmiszerbank minden évben arra kéri az ország lakosságát, hogy gondoljanak a rászoruló emberekre, családokra és áruházi vásárlásaik során az ő számukra is tegyenek a kosarukba egy tetszőleges tartós élelmiszert. A kezdeményezés sikere szerencsére azóta töretlen. Az Egyesületnek az elmúlt években rendre 250 ezer tonnánál is több adományt sikerült így összegyűjtenie, amiből több mint 50 ezer nélkülözőnek tudtak élelmiszercsomagot biztosítani az ünnepi időszakban. A kalocsai akcióplakátja a közösségi oldalon már látható. Az idei évben is 160 településen 315 áruház részvételével
köztük a kalocsai Tesco és az Aldi áruház részvételével valósul meg ez a program. 6500 önkéntes fog gyűjteni az idei évben is, most ezen a három napon, és az Élelmiszerbank Egyesületnek az égisze alatt, mi a katolikus Caritas önkénteseivel vagy gyerekek segítségével gyűjtünk a kalocsa és környéki rászoruló családok számára. Az összegyűjtött tartós élelmiszereket még karácsony előtt ki fogjuk osztani és eljuttatjuk azoknak, akik rászorulnak és olyan helyzetben vannak, hogy még a élelmiszereket sem tudják esetleg megvásárolni. Terheket hozott az idei november a nélkülöző emberek számára, hiszen a fűtési kiadások mellett gyógyszerre is többet kell költeni. Sajnos a koronavírus negyedik hulláma és az élelmiszer árak jelentős megnövekedése a legkiszolgáltatottabb rétegeket érinti a legsúlyosabban. Ilyenkor még inkább szükség van erre a munkára. Több éve gyűjtünk már az Élelmiszerbank segítségével. Vegyesek a tapasztalatok. Nagyon sokszor nagyon sokat adományoznak az emberek, és tényleg még sokszor a legszegényebbek is az utolsó kis kilós cukrukat vagy a tésztájukat is beleteszik kifelé menet az üzletekből. De van, aki persze nem adományoz, illetve máshogy adományoz, akár utalva vagy bárhogy. Szoktunk szépen gyűjteni, és nagyon jól szokott jönni ez a karácsony előtti időszakban, mert akkor így ki tudjuk egészíteni a mi segélyeinket, a mi adományainkat az itt gyűjtött tartós élelmiszerekkel. Én bízom benne, hogy jó lesz ez a gyűjtés, bár tudom, hogy ugye ez a mostani időszak és helyzet azért nagyon rányomja majd a bélyegét az embereknek a vásárlási szokásaira is. De bízunk benne, hogy amit kapunk, azt azért örömmel és jó szívvel majd tovább tudjuk adni. A rászorulók részére az olyan tartós élelmiszerek jelentik a legnagyobb segítséget, mint az étolaj, cukor, hús vagy készétel, konzerv, keksz, csokoládé, bébiétel, liszt, tészta, tartós tej, édesség vagy bármilyen hűtés nem igénylő termék. Pénteken kezdünk, pénteken 3 órától egészen 8 óráig gyűjtünk, és szombaton 8 órától 7 óráig, vasárnap pedig 8 órától 6 óráig fogunk mindkét üzletben gyűjteni itt Kalocsán. Több száz családot fog érinteni valószínűleg, ez ugye attól is függ, hogy mennyi adományt fogunk tudni gyűjteni. A Kalocsa Kecskeméti Főegyház megyei Caritas tervei szerint még az ünnepek előtt önállóan is szervez adománygyűjtő akciót a helyi és a környékbeli rászorulók számára. Súlyos mondatok borzolják néhány napja a közélet dolgai, a hírek iránt fogékonyak idegrendszerét. Egy pár napja megjelent, majd a neten szélsebesen terjedő cikk szerint a Kiskunhalasi Mobil Járványkórház, ahol rengeteg kalocsai ápoló és orvos küzd a betegekért, azért nem tudja fogadni a koronavírusos betegeket, mert a létesítményre felügyelő biztonságiak ellopták a berendezései részét, a lélegeztető gépeket pedig más kórházakba szállították. Ezt Bányai Gábor országgyűlési képviselő, akinek körzetében a járványkórház működik, a főigazgató dr. Szepesi Szabolcs által aktuálisan november 14-én vasárnap készített fényképfelvételeivel alátámasztva a közösségi médiában maga is megerősítette. Semmi olyan nem történt, álhírterjesztők etetik a közvéleményt. A Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézeten belül felépített mobil járványkórházat korábban és most is éjjel-nappal őrzik, ráadásul jól őrzik és nem tűnt el onnan semmi. A képviselő a bejegyzését azzal zárja. A legrosszabb dolog egyébként, hogy a járványkórház kész és kénytelen fogadni a hamarosan érkező legsúlyosabb állapotú koronavírusos betegeket, barátainkat, rokonainkat, szomszédainkat, a vírustagadókat és az oltatlan és néhány oltottat. Amint az közismert, a Kiskunhalasi Mobil Járványkórházban kalocsai és kalocsa környéki egészségügyi szakemberek is dolgoznak, és mint megtudtuk, ők is hamarosan kiveszik a részüket az odaszállított súlyos koronavírusos betegek gyógyításában, ellátásában. Bányai Gábor november 14-én vasárnap délelőtt írt bejegyzése. Kedves barátaim! Álhírterjesztők most azzal etetik a közvéleményt, hogy a Kiskunhalasi Mobil Járványkórházat nem lehet megnyitni, mert széthordták az eszközöket, a gépeket. Tisztelettel jelzem, hogy a Büntetés Végrehajtási Intézeten belül őrzik a kórházat, így nehezen elképzelhető, hogy onnét bármit is el lehet lopni, hordani. Nem is tűnt el semmi. Mit kezdenének a börtönőrei otthon egy lélegeztetőgéppel vagy egy defibrillátorral? A kettős NATO dróton keresztül kivinne el bármit, csak az őrök és a kórház dolgozói tudnak bemenni.
Az őrzés, ha nyitva van és működik, a kórház feladata volt és lesz. De a biztonsági rendszer ugyanúgy működik mindig, most is, mint a légtechnika is, tehát mindenről tudnak, ami kint történik. Dr. Szepesi Szabolcs főigazgató urat megkértem, hogy küldjön mai fotókat az intenzív osztályról, amit megosztok. A legrosszabb dolog egyébként, hogy a járványkórház kész és kénytelen fogadni a hamarosan érkező legsúlyosabb állapotú koronavírusos betegeket, barátainkat, rokonainkat, szomszédainkat, a vírustagadókat és a sok oltatlant és néhány oltottat, áll a bejegyzésben. Nemrégiben Kerpács Rezsővel, a Kalocsai Küzdősport és Kulturális Egyesület elnökével beszélgettünk, mely során szóba kerültek az idei év sikerei, illetve hogy mit tervez az Egyesület a jövőre nézve. Kerpács Rezsővel, az Egyesület elnökével beszélgettünk az idei évben történtekről, arról a néhány versenyről, amin még részt tudtak venni. Tavalyi év nekünk versenyzési szempontból az ugye teljesen elment, hiszen nem mi vagyunk az egyetlenek, a sportklubok nagyon nehezen tudtak versenyezni. Az idei évben a versenyzések azok újraindultak, és mi tavasszal is versenyeztünk, és egy nyáron versenyeztünk. Vagy a nyáron volt egy, bocsánat, tehát tavasszal volt egy versenyünk, és nyáron volt egy versenyünk. Mindegyiken indultunk, és az induló közül mindenki dobogorát, hála Istennek, tehát a formánkat nem veszítettük el, amint vissza lehetett jönni edzeni, mi rögtön visszajöttünk, ez segített a versenyzést. Az őszi versenyek azok sokkal nagyobb biztonságban zajlottak már újra a Covid-nak az árnyékába. Ezeken mi nem is indultunk, nem voltunk olyan állapotban, és azt szoktam mondani a srácoknak, hogy ilyen kutyaviadalokra inkább nem megyünk el, tehát ahol alul maradhatunk, vagy ahol nem vagyunk rendesen főkészülve. Úgyhogy most inkább az alapozó időszakunkat kezdtük el, hogy a tavaszi versenyszezonra majd be tudjunk indulni. De ettől függetlenül az edzéseink azok töretlenül mennek igazából. Ennek az évnek a februárjában mi újra kezdtük teljesen. Azóta, hála Istennek, töretlenül tudunk edzeni, és reméljük, hogy ez így is marad. A Covid nagyon megviselte mind az év elején, mind most az Egyesületet. Akkor is megéreztük, és most is egyre jobban érzitek. Ugye egyrészt ugye lassan két edzés között vagyunk, tehát most megint üres a terem, tehát két edzés között vagyunk ezért is, de ugye nagyon sok iskoláskorú gyerekünk van, akik most újra karanténba kényszerülnek. Ugye nem biztos, hogy azért, mert ők mutatnak pozitív tesztet, vagy betegek lennének, hanem azért, mert a kontakt személyként léptek kapcsolatban olyan emberre, akinek Covid fertőzése van, vagy pozitív tesztet produkált. Tehát akkor is megéreztük, és ezt most is megérezzük. Nem tudjuk, hogy most ennek mi lesz a vége. Ugye itt a Pulse Gymben vagyunk, itt ugye a teremben kihelyezett kézfertőtlenítők vannak, itt ózongenerátorra fertőtlenítik folyamatosan a helyiséget, tehát próbálunk megfelelni azoknak az előírásoknak, amik fizikailag le is vannak írva, meg ami józan észre is belátható, hogy itt ne legyen fertőzés, ne legyen senki veszélybe, hanem próbálja az egészségét megőrizni, meg a sportot úgy művelni, hogy abból adott esetben valamilyen szép eredmény is tudjon lenni. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!